Szombaton is folytatódott a sztrájkok miatti káosz az európai reptereken. A dolgozók bér- és létszámemelést, illetve munkakörülményeik javítását követelik. A repterek megfogyatkozott személyzete nem bír a nyáron szokásos utasdömpinggel. A biztonsági ellenőrzés extrém lassú, a járatok késnek, sőt, gyakran törlik őket. A párizsi Charles de Gaulle reptéren szombaton ennek ellenére nem volt annyira rossz a helyzet. Elvileg minden rendben, becsekkoltunk, irány London, mondta egy utas. E-mailt küldtek, hogy 2-3 órával korábban érjünk ki, itt vagyunk, tette hozzá egy másik. A Ryanair írfapados légitársaság spanyolországi bázisú személyzete bejelentette, hogy júliusban is sztrájkolnak. Összesen 12 napon nem fognak dolgozni az ország 10 repterén.